A Figaro házassága Beaumarchais drámaíró tollából keletkezett 1778-ban. Eredetileg nem könnyű kis vígjátéknak számított, hanem forradalmi alkotásnak, amelyet Bécsben és Párizsban is betiltottak. Később Mozart operát írt belőle, de a dráma is gyakran játszott darabja a világ színházainak. A benne lévő kiélezett jellem és helyzetkomikumok mindenkit megkacagtatnak Párizstól Nyíregyházáig. A központi figura Almaviva gróf, akit Makranci Zalán vendégként játszik a Budaörsi Teátrumban. A művész szerint sokkal izgalmasabb negatív figurát alakítani, mint pozitívat. Ugye itt is arról szól a maga az előadás is, hogy azért neki mégiscsak van egy felesége, aki valami miatt beleszeretett. És akkor az ember szereti azt is megmutatni, hogy mi az, ami szerethető ebből a figurából, és mondjuk mi az, ami egyszer csak eltűnt belőle. Csak úgy időközönként úgy fel kell mutatni. Tehát sokkal izgalmasabb, igen, negatív szerepet játszani, mint pozitívat. Marcelinát, a házvezetőnőt Spolarics Andrea játsza. Szerinte az összes szerepet nagyon jól megírta Beaumarchais ebben a darabban, ezért is kedveli az általa életre keltett figurát. Egy nagyon jól megírt karakter. Hát nyilván egy 50-valahány éves hölgy, aki beleszeret egy nála jóval fiatalabb férfibe, akiről aztán kiderül, hogy a saját gyereke, amiről ő nem tud, aki eltűnt annak idején, szóval ez egy nagyon, összességében egy nagyon tragikus történet, de közben pedig hát sok pillanatot ad arra, hogy ez nevetségessé is váljon az ő szerelme. A fesztivál még hátralévő napjain többek között a Karinthi Színház, a Szatmárnémeti Színház és a Spirit Színház előadásait láthatja a közönség. A Kossuth téren Majka és Curtis lép fel, és ingyenes musical előadások is lesznek. A Benedek Miklós vezette zsűri a versenyprogram előadásainak megtekintése után a hétvégén választja majd ki a fellépők közül a legjobbakat. Az elmúlt évek szokásához hasonlóan a díjazottak a saját színházukban veszik majd át a díjakat.